Nemzetközi mobilitási pályázatot nyert a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Liceum. Az Erasmus program keretében az iskola informatika szakos diákjai mobiltelefonos applikáció programozást tanulhatnak Németországban és Portugáliában. Nagy lelkesedéssel vesznek részt az informatika felkészítőn ezek a középiskolások. A megnyert Erasmus pályázatnak köszönhetően Németországba mehetnek a nyáron. Nagyon csábító volt, hogy Németországba megyünk, meg felfedezünk egy új helyet, mert amúgy is szeretek utazni, és legfőképpen pedig az, hogy nagyon megtetszett a telefonos alkalmazások készítése, és azon kívül szeretem az ilyen dolgokat, hogy irányítani valamit, így kommunikálni az internettel, és erre ez egy megfelelő lehetőség a telefonos alkalmazásoknak a használata. Ez egy olyan pályázat, ami a gyerekeknek egy teljesen új és egy komoly kihívás, ugyanis ezt a tananyagot nincs lehetőségük az iskolában tanulni. Java programozás, telefonos mobil alkalmazások elkészítését fogják megtanulni. Egy másik csoport ezzel egy időben angol nyelvű felkészítőn vesz részt. Jelenleg azért tartjuk az angol órát, mert a programozás és az egész program az angol nyelven folyik majd Portugáliában. A portugál nyelvet pedig azért tanuljuk még melléje is, mert a közéletben kell érvényesülni Portugáliában, de nagy részt csak angolul fogunk beszélgetni. A diákok óriási lehetőségnek tartják az Erasmus programot, ezért nem sajnálnak plusz időt és energiát befektetni a felkészülésbe. Úgy vélik, az életre szóló élmény mellett szakmai téren is olyan mértékben fejlődhetnek, ami segíteni fogja a későbbi boldogulásukat is. A Bolyai Farkas Elméleti Liceum két informatikus csoportja iOS és Android mobiltelefonos applikáció elkészítését fogja megtanulni Németországban és Portugáliában.